Ez most a célja magának a miniszterasszonynak is, illetve a kormánynak, hogy ne legyen egy ilyen hármasnál gyengébb osztályzat, tehát mégis pozitív legyen, és azt mondták az Unióban, hogy ez meg lesz, abban az esetben, ha a százalék kimutatás nem csökkenhet. Tehát bármilyen újabb határozattal kell összehangolni a politikánkat, ha ezt Szerbia meglépi, és nem csökkennek, mondom, ezek a számok, akkor ez pozitív lesz, és reménykedhetünk, hogy valamit kap Szerbia, illetve a Nyugat-Balkán, mert az világos, hogy Ukrajnával, sőt, Moldovával is megnyílnak a tárgyalások decemberben. Ezért fontos, hogy az év vége előtt Szerbia is kapjon valamilyen pozitív lépést, ha nem fejezetnyitás, szerintem fejezetnyitást kellene, vagy fejezetcsoportnyitás, akkor majd eldöntik a barátai, hogy mi lehet ez, akár a szabad piachoz való hozzáférés, tehát valami konkrétum, úgyhogy most ebben reménykedünk.